Szevasztok, srácok! Ez itt újra a vasárnapi 300 alatt. A mai alkalommal, srácok, ezzel a különleges Brickheads készlettel fogunk egy kicsit közelebbről is megismerkedni, mégpedig a 75-232-es Kylo Ren és a Sith Trooper készlettel, amiben nem meglepő módon kettő darab figura található, ugye itt van Kylo Ren és a Sith Trooperünk. A doboz dizájnról igazából sok mindent nem lehet elmondani, mert ez a tipikus Brickheads design. A fő dizájnról ugye található ez a két darab figura, a háttérben így ilyen vöröses, sárgás hátteret látunk, és a felső sarokban pedig a szokásos logókkal találkozunk. Lego, Brickheads, 10 pluszos a készlet, 75-232-es, Kylo Ren és a Sith Trooper az elnevezés, és 240 darabos, és még itt látjuk sárgán a Star Wars logót kiemelve, Kylo Ren a 94-es, a Sith Trooperünk pedig a 95-ös figura. Ez a készlet majd december 1-től lesz elérhető a magyar LEGO hálózatban, és a hivatalos oldalán 7000 forintért fogják árulni, úgyhogy szerintem ez a szokásos kettő darab minifigura ár igazából semmi különleges. A hátulján pedig találhatjuk gyakorlatilag ugyanazt a dizájn, mint az elején, ugyanúgy ott van a két figurán, csak más pozícióban, ugyanaz a háttér, a feliratok is ugyanaz, itt még extraként rá van írva a Disney logó, és sajnálattal kell közölnöm, hogy megkapta ugyanazt a kibontási módszert, mint általában ezek a Brickheadek, ez a benyomós, kiszakítós kibontási módszer, amit hát még mindig nagyon utálok, de hát ez van, ezért is fogom a másik irányban kivágni, azért sem ott fogom kiszakítani. Hát ez a kibontási módszer még mindig nem a leghatékonyabb, mert mindenfele száll ez a kartonpor, imádom. És meglepő módon kettő darab használható útmutatót kapunk. Ez nagyon praktikus megoldás, hogyha ketten szeretnétek összerakni ezt a kis készletet. Az egyikétől megfogja Kylo Rent, a másik a Sith Troopert, és egyszerre tudjátok pakolni, szerintem ez egy nagyon jó megoldás. Szerintem a nagyobb készleteknél és a dupla Brickheadzeknél folyamatosan tarthatná ezt a szintet a LEGO, sokkal egyszerűbb, hogyha ketten pakoljátok ki, nem kell egymás elől elhúzogatni mindig az összerakási útmutatót. Van kettő darab zacskunk, ezek is be vannak számozva, bár ezeket sose értem, hogy miért van beszámozva, mert hát az egyik zacskót majd csak meg tudjuk különböztetni a másik zacskótól. Na jó, srácok, gyorsan összepakolom és megnézzük, hogyan néz ki közelebbről. Nos, srácok, 20 pár perc alatt végeztem ezzel a két kis figurával. Kylo Ren figuránk tartott egy kicsit tovább, mert ugye neki van egy ilyen kis palássa, a másik volt egy kicsit rövidebb idő, az volt kb. Egy olyan 10 perc, de szerintem összességében nem lett panaszunk egyikre se. De nézzük meg őket egy kicsit közelebbről. Először ugye itt van a Kylo Ren figuránk, aki szerintem tök jól sikerült, nekem ez a palás nagyon tetszik, és tele van rengeteg printelt elemmel, amit ugye egyedileg ez a készlethez gyártottak. Ezt már ezerszer mondtam, hogy mindig szeretem, hogyha vannak benne ilyen kis extra alkatrészek. Hát ebben az esetben sem fukarkodott a LEGO, mert tényleg van jó pár elem, összesen azt hiszem 3 darab printelt elem van, így van. Van ott a maszkjának a felső része, a maszkjának a szája része, és van itt egy ilyen öv rész talán, igen, nagy valószínűség az az öve lehet. Ezek mind egyedileg printelt elemek. Ugyanúgy megtalált ez a kis fénykard a kezében, mint a Rey figuránál. Ugyanaz a méret, ugyanolyan kicsi, de igazából szerintem egy kicsit jobban áll ennek a figurának ez a méret, mert a keresztvasak miatt egy picit nagyobbnak tűnik. Szerintem ez egy kicsit jobban sikerült, mint abban a verzióban. A hátán találunk egy ilyen kis palás rész, szerintem ezzel sincsen semmi gond, de maga a csukja része sikerült szerintem a legjobban, elég egyedi design kölcsönöz neki. A talapzatán semmilyen díszítés nincsen, még annál a Rey figuránál ugye rá volt írva, hogy Series 2, ebben az esetben sajnos nem kapunk semmit, szerintem ez egy kicsit hiányosság, de lehet, hogy ez nektek éppen nem hiányzik. Aztán a következő figuránk, ugye itt van ez a Sith Trooper,
ez is egész egyedien néz ki, bár szerintem nagyon hasonlít a fehér Stormtrooper verzióra, csak ugye piros színben, de akkor is nagyon jól áll neki ez a piros szín. A kezében ott található a kis fegyvere, az arca is egész jól meg lett csinálva, tele van ez is egyedi printer elemekkel, és a hátán pedig találtunk egy ilyen kis tartályt, akármit. Ezt biztos tudjátok, hogy vajon mi lehet a Stormtrooperek hátán ez a kis tartály. Hát nekem fogalmam sincsen, úgyhogy mindenféleképpen írjátok le kommentben. Szerintem ez a figura kicsit gyengében sikerült, mint a Kylo Ren figuránk. Nekem valamiért az jobban tetszik, bár meg kell hagyni, ez a piros szín elég menőn áll neki. Hát most így hirtelen őszintén nem tudnám megmondani, hogy melyik tetszik jobban, a fehér vagy a piros. Lehet, hogy ez a piros egy kicsit jobban tetszik nekem, de a fehér az az eredeti trooper design. Fene se tudja, nem tudnám megmondani. Írjátok le mindenféleképpen ezt is kommentben, hogy nektek a fehér verzió jön be jobban, vagy ez a piros. Összességében, srácok, szerintem ez a két figura hozza azt a szokásos Brickheads minőséget. Kylo Rennek a palástra szerintem nagyon jól sikerült, úgyhogy mindenféleképpen én erre tenném le a voksomat, nekem ez egy kicsit jobban tetszik, de a másik trooperünkkel sincsen semmi gond. Kicsit fura az arca, de lehet, hogy nektek pont ez tetszik benne. Főleg, hogy fordítva tettem rá a fejrészét, most látom. Remélem, srácok, tetszett ez a kis bemutató, ez volt a 75-232-es Sith Trooper és Kylo Ren Brickheads figura. Annak ellenére, hogy fordítva tettem fel a fején ezt a alkatrészt, így azért már egy kicsit jobban néz ki, de még mindig Kylo Renünk a nyerő nálam. Találkozunk a következő alkalommal, srácok, tudjátok, van Facebook oldalam, Instagram oldalam, mindenféleképpen kövessetek be ott is, addig is jók legyetek, sziasztok!